Sziasztok, Molnár Péter vagyok a Freezer Gymből. Két gyakorlatot hoztam el nektek ma, ha esetleg biceps sérülésetek lenne, vagy a könyökötökben éreztek egy ilyen kellemetlen érzést, amikor biceps karhajlítást végeztek, nekem is volt ilyen. Kerestem azokat a gyakorlatokat, amivel tudok így is edzeni bicepsre, amivel versenyidőszakban nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el a sérült részeket, de mégse terheljük túl. Két olyan gyakorlatot szeretnénk mutatni, ami segít abban, hogy karban tartsátok, ilyenkor legalábbis szinten tartsátok a bicepseteket. Az egyik ilyen gyakorlat a széles franceluddal végzett biceps karhajlítás, viszont a könyököteket hátul tartjátok, beszűkül a mozgástartomány, és ugye a biceps alsó részét jobban fogjátok érezni, de legalább dolgozik. Tehát a végrehajtás tekintetében gyakran láthatok olyat, hogy valaki szabálytalanul végez biceps karhajlítás franceluddal, ilyen technikával. Nekünk ez a sérülés miatt van, tehát hátul tartjuk a könyökünket, és nem kapkodva, nem rángatva kisebb mozdulatokat húzunk. Ugye ezzel nincs meg az a szakasz, amikor kinyújtod a könyöködet és onnan indítod meg, tehát remélhetőleg nem fog fájni a könyököd a gyakorlat végrehajtás közben. Nézzük meg a másik gyakorlatot. Kicsit kacifántos a másik gyakorlat. Ugye a biceps alsó szakaszát jobban érezhetjük a franceluddal, hogyha a könyökünk a törzs mögé kerül, vagy mellé. Ez a gyakorlat pedig a felső részét terheli jobban a bicepsnek, és homlokhoz szépen behúzzuk föntről. Ugye, mivel hogy a talajon fekszünk, olyan, mintha föl lenne támasztva a hátunk, nem tudunk nagyon belesegíteni. Nem szükséges olyan súlyt használni, ami elemel a talajtól. Tehát ez a gyakorlat nem arra hivatott, hogy 60-as bicepset építsetek, hanem arra, hogyha sérülés van, akkor a gyorsabb regeneráció érdekében terheljétek finoman az izomzatot, használjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk!